Köszöntöm nézőinket, Kölesdi Fanni vagyok, ez pedig a Kultúrköz. Elsősöket avattak a Dózsa iskolában, 20. alkalommal rendezték meg az Ez vagyok én című kiállítást. A Jégtörő Mátyás olvasópróbáját tartották a színházban, a Gárdonyi iskolában témahetet tartottak. Mai műsorunkban ezekkel a témákkal foglalkozunk, tartsanak velünk! Első savató ünnepséget tartottak hétfőn délután a Dózsa György általános iskolában. A három osztály 82 kisdiákja kiállta a próbát, így dózsás tanulókká fogadták őket. Három osztálynyi kisdiák kezdte meg a tanévet a Dózsa György általános iskolában. Régi hagyomány az intézményben, hogy ünnepség keretében hivatalosan is dózsás diákkal fogadják az újakat. Az avató hétfőn délután volt az iskola tornatermében, ahol osztályonként sorakozott fel a 82 első osztályos tanuló. Már közel két évtizedes hagyománya van az elsősök avatásának. 2000-es évek elején robbant ki az ötlet a tantestületből, és azóta minden évben felavatjuk az elsősöket ehhez hasonló módon. Minden évben egy negyedikes osztály készül egy avató műsorral, és ebben az avató műsor egy tulajdonképpen egy keret, amelyben az kis elsősök az eddig tanult dolgaikat, az eddig tanult játékokat bemutatják, tudásukat bemutatják, és akkor ilyen módon avatjuk fel őket. Az önök iskolájában hány új elsős osztály van, hány új kisdiákkal kezdték meg a tanévet? Ezt a tanévet három osztályjal kezdtük meg, összesen 82 kisiskolással, kis első osztályossal, úgyhogy ennyien ültek itt a padokon most. Nagyszabású beruházás zajlik éppen az iskolában, hogyan zajlanak így a mindennapok? Igen, hát szerencsénkre az iskola is megújul most már, ami azt gondolom, hogy rá is fér. Azt gondolom, és tulajdonképpen köszönet is, hogy alapvetően most nem zavarja az iskolai életet a felújítás, mert azokat a munkálatokat, amelyek zavarták, tehát a tantermekben folyó munkálatokat szerencsére az iskola kezdéssel befejezte a felújítást végző cég, úgyhogy ilyen szempontból nyugodtan folyik a munka. A következő két hétben az iskolát szabadon hagyjuk, tehát rendkívüli munkanap átrendezéssel a következő héten sem jövünk iskolába, mert akkor a tornatermet, illetve a bejárati ajtókat, valamint a második emeleti vízelvezető csővezetékeket fogják cserélni, tehát itt egy szabad két hét lesz az összeszünettel együtt, amelyben a munkások nyugodtan tudnak dolgozni. Várhatóan mikor fejezik be a kivitelezést? Várhatóan karácsonyra, mert a kivitelezés befejezésének a dátuma december 28-a, tehát bízunk abban, hogy ez nem fog csúszni, és akkor karácsonyra kapunk egy szép új iskolát karácsonyi ajándéknak. Az elsősöknek a negyedik D-osztály készült műsorral. A kalózkodás volt a téma, a kicsik feladata pedig az volt, hogy versekkel, mondókákkal, tánccal kiszabadítsanak egy-egy szereplőt, így állták ki a próbát. Ilyen kalózos műsorral készültünk az első savatóra, és hát szerintem ez kemény és fárasztó munka volt ezt betanulni. Mennyit készültetek rá? Mióta készültetek? Hát egy fél hónap, 3-4 hét köbben. Te ki voltál a történet szerint? Én vagyok a kalózkapitány, és hát szerintem nekem volt a legtöbb szövegem. Mit szólsz az új elsősökhöz? Ügyesek voltak? Hát igen, ügyesek voltak eléggé. Miután az elsősök sikeresen teljesítették a próbát, hivatalosan is dózsás diákokká fogadták őket, és a 8. osztályosok felkötötték nekik az iskola kendőjét. Ezután az osztálytermekbe vonultak a gyerekek, ahol még egy kis meglepetés sütemény várta őket. A Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület immár 20. alkalommal rendezte meg az Ez vagyok én című kiállítását, melynek már 18 éve ad otthont a Rudas Közgazdasági Szakgimnázium aulája. Kézzel készített dísztárgyak, festmények és rajzok borítják a Rudas Közgazdasági Szakgimnázium auláját. A Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület 20. alkalommal rendezte meg az Ez vagyok én című kiállítását. A tárlat anyaga rendkívül gazdag, hiszen 297 fogyatékkal élő küldte el alkotását, és nem csak Magyarországról, hanem a határon túlról is. A Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület ugye tavaly ünnepelte a 20. születésnapját, most ez a projekt ünnepli a 20. születésnapját. És a célunk az, hogy egy kis közösségé szerveződjenek az otthon élő gyermekek, illetve iskolába járó gyermekek, szülők, családok, és ezen belül egy olyan elfoglaltságot, egyben fejlesztő foglalkozást is tudjunk biztosítani a fogyatékkal élő családtagjainknak, ahol jól érzik magukat, alkotnak, az alkotás örömét megérik, a sikert megérik, és ugyanakkor megkapják az elismerést is, és pont ezért gondoltunk mi akkor 20 évvel ezelőtt erre, hogy
meg kell jutalmaznunk a fogyatékkal élő családtagjaink, a gyermekeinket, ismerőseinket, hiszen ők is ugyanúgy vágynak az elismerésre, az okrevére, az ajándékra, és egy nagyon-nagyon nagy húzó erő, hogy alkossanak, fejlődjenek, és észre sem veszik, hogy alkotás közben mennyit fejlődnek. Ez a 20 év, én úgy gondolom, hogy jó. Jó, mindig egyre magasabb színvonalat tudtunk produkálni, egyre többen csatlakoztak a kiállításhoz. Még eleinte 40-50-20 fővel indultunk, akkor 150 fő volt, ami olyan sokáig jellemző volt, most viszont 297 fogyatékkal élő küldte el az alkotását, és nem csak városból, Magyarország területéről, hanem Romániából is, Baródból. Ott van egy kis testvér szervezetünk, a Napsugárcsoport, és onnan küldték el az alkotásaikat, most már ők is több éven keresztül. Most ezen a kiállításon inkább festés és rajz és ragasztás technikákat lehet látni, de megtalálható az olajfestés, az agyagozás, tehát nagyon sok rétű, szinte minden technikai terület bemutatkozik, és ami még feltűnő ezen a kiállításon, ami még nem tűnt fel nekünk, szervezőknek, hogy 30 olyan alkotás van, ahol közösen dolgoztak. Volt, ahol egy képen 15-en, 18-an dolgoztak együtt, és az nekünk nagyon jó érzés, mert hisz akkor nekünk az az üzenet, hogy a közösségépítés, közösen dolgozom, a közös öröm megvalósul, és egy nagyon szép produktumot tudnak nekünk adni ezzel, és remélem, hogy mi is kellőképpen meg tudjuk köszönni és jutalmazni az ő munkájukat. Mennyire alkottak lelkesen az ellátottak? Ahogy én megnézem, nagyon-nagyon lelkesen, tehát a színek, a formák, ahogy harmonizálnak egymással, látszik, hogy örömmel készítették. Örömmel segítettek a nevelők, a bölcsödébe, a gondozónők, iskolákba, a pedagógusok. Tehát látszik az a segítő, egymásra utaltság, segítő készség. Nagyon-nagyon lejönnek az alkotásokról, és mi ennek nagyon örülünk, mert ez is volt a célunk, hogy az együttalkotás öröme meglegyen. A Rudas Közgazdasági Szakgimnázium és Kollégium már 2000 óta ad otthont a Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület Ez Vagyok Én című tárlatának. Az igazgató helyettes azt mondta, a tárlat egy remek lehetőség a diákok érzékenyítésére is. Egyrészt személyes kapcsolatok kapcsán, 20 éve, amikor elindult ez a kiállítás, akkor Bedi Ildikó kolléganőnk családi kapcsolata alapján került ide a kiállítás. Azóta, hát nem öncélú, hiszen a szakgimnáziumi nevelésben az érzékenyítés egy nagyon-nagyon fontos dolog, ezért több, a Mindannyian Mások Vagyunk Egyesületen kívüli kiállítást és rendezvényt befogadunk az intézménybe. A következő hét az, amikor végignézzük a tárlatot, de tudomásom szerint határon belül és határon kívüli kiállítók is vannak. Vannak olyan képek, amelyek tényleg nagyon sérült, mássággal élő emberek alkotásait, elsősorban festékkel dolgoztak, míg vannak szőttesek, ezek igen profi tevékenységről tanúskodnak. Mi a tapasztalata, hogy az ide betérők, vagy úgy egyébként a diákok, ahogyan megnézik a tárlatot, vagy majd megnézik, mennyire segít ez az érzékenyítésben, hogy ezeket a különleges embereket hogyan kezeljék a mindennapokban, hogyan álljanak hozzájuk? Nagyon-nagyon sokat segít. Van, aki céltudatosan jön a tárlatlátogatók közül, aki tudja, hogy milyen kiállításról és milyen tárgyakról van szó. Itt a diákjaink elsősorban a 9-esek most találkoznak először, sokan örülnek, hogy ennyiféle és ilyen sokszínű rendezvény van, míg mások rácsodálkoznak arra, hogy fogyatékkal élők milyen szép alkotásokat tudnak készíteni, és egy-egy, hát bizony-bizony nevetgélő tárlatlátogató is van, ahol apropó van arra, hogy megbeszéljük, hogy hogyan kell viszonyulni a fogyatékkal élőkhöz és az alkotásaikhoz. Nézzük úgy egyébként a középiskolát most. Mi lesz az, ami nagyobb rendezvény várható itt a Rudasban? Nálunk szinte minden héten van valamilyen nagyobb rendezvény. Pénteken pedig, hogy más ne említsek, az éjszakai túrára kerül sor, illetve hát október 23-a alkalmából a moziba fogunk filmet megtekinteni, illetve úgynevezett
QR-kódos vetélkedőt fognak megvalósítani a diákok. Az Egyesület tavaly ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, idén az Ez vagyok én című kiállítás jubilált, ez alkalomból is műsorral és tortával készültek. A kiállítás október 22-ig tekinthető meg a Rudas iskola aulájában. Újabb ősbemutatóra készülnek a Bartók Kamara Színház és Művészetek Házában. Ezúttal a Jégtörő Mátyást viszik színpadra a szereplők Őzáron rendezésében. Ahogy az előző évadban, úgy idén is készül egy ősbemutató a Bartók Színházban. Tamási Áron Jégtörő Mátyás című regényének legelső színpadi előadására készül a társulat. A darabban a szellemi és a földi világ találkozik egy misztikus történetben. A szellem karakterét Szina Kinga alakítja majd, aki még nem játszott Dunaújvárosban, azonban több társulati taggal is találkozott már, így izgatottan áll a közös munka elé. Igen, ez az első alkalom, hogy itt játszom, és nagyon örülök, és nagyon megtisztelve érzem magam, hogy meghívtak erre a szép szerepre, és erre a szép történetre, erre a szép munkára. Én Őzáront ismerem már a diák éveimből, mert a régi Nemzeti Színházhoz köt ez az időszak, meg a gyakorlatos éveim, és ebből a régi ismeretségből jött az, hogy most végre megtörténhetett az, hogy közösen dolgozunk, most már egy más minőségben, már mint érett felnőtt színész. Ugye most találkozott a csapat, van-e olyan, akit már ismertél előtte, vagy teljesen új a közeg? Nem, szerencsére vannak többen is, Jóka Jágit is ismerem, Ágoston Pétert is, Pataki Ferencet, Jegercsik Csabát, szóval Németh Esztert, aki a koreográfiát fogja készíteni, szóval szerencsére vannak ismerősök, úgyhogy hogy ez is egy picit segíti az, hogy az új környezetbe beilleszkedjen, vagy hogy ebben a munkába könnyebben beilleszkedjek. Ugye hát a szellem szerepét fogod alakítani, és szerintem ez nem lesz egy egyszerű munka, ahogy így hallottam. Mit gondolsz erről a megoldásról is, amiről ugye beszéltünk a sisakos? Mit gondolsz erről az egészről? Hát borzasztó izgalmasak lehetnek ezek a technikai megoldások, és szükségesek is, mert azért ez egy bonyolult szituáció, egy ilyen nemevilági lénynek a szemszögeit megmutatni, és közben ezek az állatalakok, akiket ugye úgy kell ábrázolni, hogy nem egy az egybe próbálni eljátszani azt, hogy valamilyen állat vagyok, hogy ez mindenképpen borzasztó izgalmas lesz, és maga a történetnek a költőisége is van nagyon megkapó, és nagyon várom, hogy ez hogy fog majd megvalósulni. Én is izgatottan állok a munka előtt. Őzáron már régóta szerette volna színpadra vinni a Jégtörő Mátyást, amelyből nem egy mesét szeretne létrehozni, hanem olyan családi előadást, amely reálisan beszél a világról, így a szülőknek és nagyszülőknek is élvezetes lehet. A Jégtörő Mátyás az egy nagyon régi vágyam. Ősbemutatóról van szó, tehát itt a Bartók színpadján lesz először a Tamásinak ez a regénye bemutatva. Balasa Eszterrel nyáron írtuk a darabot. Ez is már eleve egy halatlan izgalmas munka volt. De hát azért is, mert az egyik kedvenc Tamási regényem a misztikuma és a misztikussága miatt. Szerintem Tamási túlépett saját árnyékán, az Ábel trilógia sikere után megverte ezt lépni, hogy egy olyan világról szól, ami 1935-ben abszolút nem volt divatos, sőt, nem is nagyon pedzegették, hogy a minket körülvevő erők jelen vannak-e, nincsenek jelen, befolyásoló tényezőke nem, észreveszik-e őket, nem veszük-e észre, egyetem ez a szellemvilág, ez a misztikusság, ez hogyan működik, és hogy él érezhetően. Tehát Tamás itt saját árnyékát lépte meg, de hát amúgy is szerintem mértföldkő, hiszen egy trilógiának írta, és ebből csak két regény készült el. A Jégtörő Mátyás és a Ragyog egy csillag című regény, a harmadikat már nem írta meg, mert az akkor író társadalom neki ment Tamásinak, és szó szerint lefejezte, hogy mit akar ezzel az egész világgal, és ezt hagyjuk abba, és ezt ne. Ez nem egy jó irány. De hát válaszomban már benne van az is, hogy miért izgat, és miért izgatott régóta ez a regény. Halatlanul modernnek tartom.
legfőképpen ezért. És nekünk semmi más dolgunk nincs megcsinálni, csak ezt a furcsa kettősséget, ez a feljebb való világegyetem, szellemvilág, Buddha, jóisten, karma, bárhogy fogalmazzuk, működik-e, van-e, és ez a reális világ, amiben itt botorkálunk, és mindenki süti a saját gesztenyéjét, ahogyan csak tudja. Ez a furcsa kettősség adja ennek a darabnak és a regénynek a modernségét ilyen értelemben. Ezt kell nekünk valahogy jól betalálni és megcsinálni. Azon a nagyon pontosan megfogalmazott mondaton keresztül, ami a tamási előadások, vagy a tamási anyagait játszóknak szól, hogy hogy kell tamásit játszani, ez úgy szól, hogy az ember két lábon áll a földön, és a feje búvjából súrolja a csillagokat. Ez a furcsa kettősség itt ebben a regényben tombol lesz veszetten, és nekünk ezt kell tudnunk betalálni. Igen, tehát ez nem egy mese, tehát nem lesz egy mese, hanem ugye nyilván az emberi dolgokat, tehát a szellem is úgy fog megjelenni, hogy az embert tükrözi. Milyen megoldásokkal? Hát van egy szellemünk, aki föntről lekerül, büntetésből a földi világba csöppen, hogy keresse magának embereket, akiket segít, támogat, és ezáltal ő is gyarapodik és tanul, és talán megérik. Tehát őt büntetésből a feje való kirúgja. Így csöppen a földre ez a szellem, és ez a szellem egy emberpárt talál magának, Mátyás és Márta személyében és különböző állatok képében, ahol Tamási egészen fekete istváni, pontos állatlélektannal rendelkezik. Segíti ezt az emberpárt ez a szellem, tehát különböző állatok képében, Bolhától egészen a kutyáig, és a végén belebújik egy születendő gyermekbe. Mi nem fogunk 9 vagy 10 állatjelmezt működtetni a színpadon, mert abból csak egy mesejáték lenne, hanem inkább a lélektant vettük alapul. Ugyanakkor ennek a szellemnek lesznek sajátosságai, minden állathoz mérten egy mozgásrendszert fogunk megkeresni, ami az adott állatra jellemző. És így lesz jelen, illetve lesz egy technikai eszköz is, egy kis kamera, ami az állatok mondjuk egy bolha szemszögéből mutat be egy jelenetet, hogy a bolha mit láthat. Most, ahogy itt beszélgettünk, hogy elsétál egy hangya, és fölnézze ránk, akkor ő mit látna? És ezt a technika vívványaival meg tudjuk csinálni most már színpadon, és ez egy nagyon jó dolog. Valóban, családéladásnak tartom, ez alatt azt értem, hogy gyerekeknek is szól, ugyanakkor nem gügyi-bügyi-mügyi-bügyi, hanem reálisan, szülői generációknak is szól, és hát a nagyszüleink generációjának is szól, és ott számítunk az ő bölcsességükre, életismeretükre és tapasztalatukra. Semmiképpen sem mesejáték. Szó esett ugye a szövegről is, mennyire kellett belenyúlni? Nem nagyon kellett belenyúlni, hát ugye egy dramatizáció esetén, egy dramatizálás esetén nekünk sűrítenünk kell. De ez egy halatlan izgalmas irodalmi munka, amit Balassa Eszter dramaturgal végeztünk el a nyáron, és le kellett sűrítenünk, le kellett szűkítenünk. A dialógok, a párbeszédek például majdnem mind eredetiben megmaradtak, mert zseniálisak. Tehát Tamási utánozhatatlan humor és kommunikációs világot jelent ilyen értelemben. Ez mind kincs. Ez mind megmaradt. Leírások, jellemzések és különböző szálakat kellett rövidebbre szabni, hogy ezt a sűrítést elvégezzük. Díszlet és a jelmezek. Ugye arról is beszéltünk, hogy nem ez a csicsa, hanem letisztult. Igen, ez egy szegény világ, tehát, hogy ők félfe őrizték az ünneplőiket a ládákban, és azt a templomban, vagy különböző ünnepek alkalmával vették föl. Tehát itt nem ezt a sújtásos, harisnyás, csizmás, nem tudom, állandóan szalmak alapos erdélyi világot fogjuk látni, és az asszonyok esetén sem a gyönyörűen kihímzett és vart kendőket és mi egymást, hanem a hétköznapi erdélyi világot és embereket, ami egy szegény és egy nagyon kemény világ. A földekről hazajöve, a két kezükkel dolgozva, ami egy praktikus világot jelent jelmezekben is, tehát úgy néznek ki, mint bármilyen paraszt, aki a földön dolgozik, a földeken dolgozik. És a díszletben is ezt követjük, tehát nem ilyen jancsis, juliskás, édes aranyos kis parasztház, hanem inkább fával elkészített, fából ácsolt belső tereket fogunk látni, és egy ipari, egy gazdasági udvart.
ami nem a angol gyepről szól, és a gyönyörű szép zöld fűről, hanem a néha a trágyáról, a szalmáról, a faforgácsról, és egy csomó mindenről, ahol az ember próbál boldogulni, hogy valahogy valamire jusson az élete folyamán. Az ősbemutató premierje december 7-én lesz a Bartók Színház termében. Október 10-től 17-ig tartották a 4. osztályosok témahetét a Gártonyi Géza általános iskolában. Ezúttal a Palacsintás király története köré épültek még a tanórák is, csütörtökön pedig egy műsorral zárták a témahetet. Egy teljes héten át a palacsinta körül forogtak a napok a Gártonyi Géza általános iskolában, ugyanis a 4. osztályosok témahetét tartották. A palacsintás király történetére építették még a tanórákat is, a hét zárásaként pedig egy előadásra készültek a diákok. Én úgy gondolom, hogy a palacsinta minden gyereknek kedvence, úgyhogy a téma nagyon könnyű volt. Ehhez a palacsintához tartozik egy mese is, a Palacsintás király mese. Egykori, valamikori gyerekkorunknak a szép emléke, én úgy gondolom ez a feldolgozás, ez a filmfeldolgozás, és úgy gondoltuk, hogy akkor a 2/4. Osztályt egy ilyen témahéttel fogjuk össze egy közösségé, és a Palacsintás király lesz az a film, amivel megismerkedünk. A palacsinta lesz az a téma, amivel egy héten keresztül minden tanórában foglalkozunk. Most pedig ezt a témahetet zárjuk egy igazi dínomdánommal. Hogyan tudták becsempészni a palacsintát a tanórákba? Olvasás során ugye az első lépés az, hogy megismerkedtünk magával a filmmel, de olvastunk palacsintás receptet. Diktáltunk nyelvtanórán palacsintás receptet, kerestünk olyan töltelékeket toldalékoláshoz, például nyelvtanórát, amikkel a palacsintát megtölthetjük. Technika órán olyasmit készítettünk, ami majd a dínomdánomban megfelelő ruházat lesz, kiegészítés lesz, lányok pártát készítettek, a fiúk virágos kitűzőt. Matematikán számolták a palacsintákat a gyerekek, testnevelés órán akár dobálták egymásnak a palacsintát a gyerekek. Énekórán egy dalt tanultunk meg ezzel kapcsolatban. Minden egyes napunkat ezt töltötte ki. Borzasztóan örültek nekik a gyerekek, úgyhogy már reggel úgy jöttek be, hogy palacsintás szép napot kívánunk mindenkinek. A héten tanultakat mind összesűrítik a mai napba ebbe az előadásban? Mivel készülnek mára? Tulajdonképpen csak egy dramatikus játék az, ami a hetet igazán ilyen módon foglalja össze, hogy mi az, amit tanultunk, meg az énekórai dalunkat fogják majd esetleg hallani. Mert úgy zárjuk a végét, hogy kicsit kézműveskedünk, kicsit népi játékoskodunk, és férjhez adjuk Katicát. Éliás királyfi feleségül veszi, és ezt megünnepeljük egy nagy mulatság keretében. Megpróbáltuk bevonni a szülőket is ebbe a dologba úgy, hogy ők sütötték nekünk a palacsintát, úgyhogy valódi dínomdánom lesz evésivás, és egy nagy táncmulatsággal zárjuk az egészet. Kiket hívtak meg erre a mai eseményre? Természetesen azokat a szülőket, akik mindig támogatnak minket, segítenek. Meghívtunk egy másik osztályt is, másodikosok lesznek itt, illetve nagycsoportos óvodásokat kerestünk meg. Megkerestük azokat a gyerekeket, akiknek kisebb testvérük van. Jöjjenek el, hozzák el őket, hadd legyenek itt velünk, hadd játszanak ők is. Mekkora sikere volt a hétnek a gyerekek körében? Szerveznek még hasonló jellegű foglalkozásokat, tematikus hetet? Szívesen vesznek a gyerekek minden ilyen megmozdulást, az egészen biztos. A mai napra már hatalmas pörgésben voltak, úgyhogy nagyon-nagyon figyelnünk kellett, hogy tartsuk a rendet, mert már nehezen bírnak magukkal. Nagyon várták, nagyon élvezték, nagyon szerették, és lesz még máskor is, én úgy gondolom. A fiatalok olvasás órán megismerkedtek a palacsinta készítés fortéjaival, nyelvtanórán főneveket gyűjtöttek a meséből, énekórán pedig a palacsinta dalt tanulták meg.
Melyik tanóra tetszett a legjobban? Az, amikor megnéztük a Palacsintás királyt, meg amikor úgy tanultunk, hogy nyelvtanon, amikor mindig a Palacsintáról beszéltünk, meg arról írtunk. Most ilyen nagy műsorral készültetek, neked mi lesz a szereped, mivel készültetek? Én fogom behozni a palacsintát, meg segítünk az ovisoknak. Neked melyik a kedvenc palacsintád? A nutellás. Legjobban, amikor megnéztük a Palacsintás királyt, meg amikor a nyelvtanórán olyat tulajdonneveket kell írni Palacsinta országban. Neked mi lesz a szereped a mai műsorban? Én leszek Éliás királyfi, akit nőhöz adnak, majd kökényszemű Katicán. Jó, szerinted jó, hogy így zárul a sztori? Hát igen, jó, mert ez egy olyan rendezvény, hogy ez be tudja fejezni itt a egész hetet, amikor foglalkoztunk palacsintával. Neked melyik a kedvenc palacsintád? Nekem a lekváros. Az fogalmazás óra, és amikor megnézik a Palacsintás királyt. Mit kellett fogalmazni? Hát, hogy a Palacsintás királynak egy fontos részletét tárgyaltuk le a írásban, fogalmazás órán. Te most ki leszel itt a műsorban, mi lesz a szereped? Én fogom felszolgálni a palacsintát. És melyik a kedvenc palacsintád? A nutellás. A csütörtökön megtartott záróeseményre várták a szülőket és a kis testvéreket is. Az intézmény munkatársai szerint a diákok élvezték a témahetet, a jövőben is folytatják az ehhez hasonló rendezvények szervezését. Kulturális magazinunk végéhez értünk, munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Friss adással egy hét múlva pénteken érkezünk, nézzék addig is a D+ TV műsorait, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.